Sziasztok, Maier Gábor vagyok a Maier Corporation cégtől, és a mai nap három olyan könyvet fogok nektek ajánlani, ami hasznos lehet az értékesítőknek, vagy akár neked saját magadnak, hogyha folyamatosan vannak tárgyalásaid. Sok olyan hasznos praktika és ötlet van benne, amit tudsz alkalmazni hosszú távon. Ugye a legelső könyv, három darab könyv lesz összesen, a legelső könyv az a Donald Trumpnak a Gondolkodj és Gazdagodj című könyve. Ez a könyv lényegében körülbelül olyan, én olyan három évvel ezelőtt olvastam, megosztom a képernyőt, fogjátok látni. Szóval ez a könyv, amit a Pongor Publishingnél lehet kapni, három éve kezdtem el én ezt először olvasni, és itt nekem a legtöbbet, amit adta, hogy teljesen segít abba, hogy nagyba tudjál gondolkozni, és mit csinálj akkor, hogyha kevesebb a pénzed, és hogyan gondolkozz akkor, amikor már több a pénzed. Szóval a Trump egy élő példa arra, hogy milyen az, amikor egy ember a magas lóról esik, és aztán újra fel kell neki küzdeni magát, ő is szinte csődbe ment, amikor milliárdos volt, és aztán utána mégis-mégis újra tudta magát építeni, és az egész vállalkozását jó pár év alatt, és pontosan azért is, mert megvolt hozzá adott karaktere, személyisége, a kapcsolatai, szóval sok minden kell a sikerhez, viszont ez egy olyan könyv, ami segít neked, vagy akár az értékesítőinek abba, hogy sokkal nagyobbat tudjanak gondolkozni, nagyobb célokat tűzzenek ki maguk elé, ezáltal nőni fognak a számok, mivel hogyha kitűzünk egy nagyobb célt, és nem is sikerül teljes mértékben elérni, csak egy kevesebb számot, biztosra veszem, hogy akkor is nagyobb eredményt tudunk elérni, mint hogyha egy kisebb célt tűztünk volna ki. Szóval nem minden esetben az a legfontosabb, hogy az összes célt teljesítsük, hanem sok esetben, hogyha egy nagyobb célt tűzünk ki, már az is elég lehet, hogyha megközelítjük azt a számot, és ezáltal tudunk eredményeket elérni. Aztán a következő könyv, amiről lesz szó, ez a szintén a Pongor Publishingnél lehet kapni, ez a Jeffrey Gitomertől az értékesítés kisvörös könyve, ezt nemrég körülbelül egy hónappal ezelőtt olvastam, többen ajánlották már, még akkor nem olvastam el, viszont aztán úgy döntöttem, még novemberben megrendelem, és akkor egy december környékén ezt elkezdtem olvasni. Azt gondoltam, hogy nem fog adni sok mindent, már kevés az a könyv, amit úgy értékesítésről szól, és még nem olvastam, viszont adott és főleg nagyon jó a alapelvek, amik benne vannak, ezt most nem sorolom fel, de ha elolvasod, akkor fogod látni. Olyan dolgot is elmond, ami a teljesen alapszint, szóval a tényleg a kezdő értékesítőknek is tökéletes, viszont mond benne olyan haladó, vagy akár felsőfokú dolgokat, amit még akár a profi értékesítők se használnak, és sok esetben ezt mind be tudod építeni a saját folyamataidba, saját cégedbe, szóval ennek egy nagyon nagy előnye ez a könyvnek. Érdemes, én például voltam, amikor mindig meghirdessük a hónapnak a munkatársát, egyik kollégának pont ezt a sok közül egyik könyvet ezt ajándékoztuk, vagy ajándékoztam neki, és ezáltal őnek is ez sokat adott, és most már több olyan kollégám is van, aki ezt el is olvasta. Fontos, hogy hasonlóan gondolkozzunk, mint a munkatársaink. A harmadik könyv pedig a Sikeres üzletkötés művészete Brian Tracy-től. A Brian Tracy-t nem kell bemutatni, a világ egyik legismertebb ilyen motivációs előadója Amerikában, Amerikából, viszont rengeteg magyar könyve van, szerintem legalább egy 30-35 könyve le van fordítva a magyar nyelve. Nekem ez volt az első könyv, 2016. május 16-án kezdtem el olvasni, és ez volt a leges-legelső könyv életemben, amit úgymond olvastam, ami a üzletkötésről szól, az előtt életemben két könyvet olvastam. Viszont ez volt az első, amit úgy bementem a könyvesboltba, még emlékszem, Komárnóban, Szlovákiában, bementem a könyvesboltba, és aztán utána kiválasztottam ezt, így megfogott a címe is, még szerettem sakkozni, most is szeretek, és akkor ezáltal ez így megfogott ez a kép, megvásároltam, és akkor elkezdtem így olvasni. És így teljesen így meglepett, hogy mennyire egyszerűen, sok ilyen praktikát bemutat benne, hogy amit tudsz használni majd a tárgyalások során, de nekem ez egy nagyon ilyen game changer volt ez a könyv, ezután kezdtem el olvasni így a Brian Tracy több könyvét, illetve elkezdtem ezen az úton haladni, YouTube-on folyamatosan videókat hallgattam, Phoenix szemináriumot többször meghallgattam, és ez volt nekem ilyen utamnak úgymond a kezdete a önfejlesztéssel kapcsolatosan, viszont a Brian Tracy-nek ez a könyv, ez nem csak ebben segített, hanem valóban vannak benne nagyon sok olyan praktika, amit bármilyen kezdőértékesítő, akkor teljesen kezdőértékesítő voltam még akkor 2016-ban, és annyi minden
volt, amit be tudtam építeni, és aztán tudtam sikeresen is használni, és volt egy emlékszem, volt is a jelent biztosítás ügynök voltam, akkor is elmentünk egy tárgyalás, és akkor azt a technikát, amit ebbe olvastam, azt alkalmaztam is ott, és meglepően is működött, és akkor így elhittem, hogy ez tényleg tud működni, és aztán azóta sok könyvet olvastam, de ez így mindig megmarad, meg így az összes könyvem közül már több mint 100 könyvem van, ez egyik, ami így nálam a number van, úgyhogy ezt tényleg szívből mindenkinek ajánlom, Librébe el lehet érni, viszont csak így igénylés leadásával, de hogyha utána googlisztok, akkor biztosan vannak olyan helyek, amit meg lehet nézni, maximum antikvárium.hu, még ott szoktak van elfekvőbe lenni könyvek, vagy használaton is teljesen mindegy, de nagyon érdemes beszerezni, és olvasd el, mindenképp sokat fog tudni adni. Úgyhogy mai részben erről szólt a mai videó, hogy jobban bemutassak pár olyan könyvet, ami nekem személy szerint segített, és nektek is, vagy a cégetekbe is, az értékesítőknek, a ügyfelekkel foglalkozó munkatársoknak fog tudni segíteni abban, hogy hatékonyabbak tudjanak lenni az értékesítésben. Ne felejtsétek el, a Call Center, akkor Mayer Corporation. Sziasztok!